egy újabb hazai meccs, egy újabb magabiztos győzelem. Mennyire volt elégedett a látottakkal? Én azt gondolom, hogy elégedettek lehetünk, hiszen megint győztünk, megint sikerült. Én azt gondolom, végigvezetve megnyernünk ezt a mérkőzést. Igaz, hogy nem lehet nagy különbség köztem, ami esetleg lehetett volna, kicsit a helyzet kihasználással azért hadilábon álltunk, de azt gondolom, hogy nagyon magabiztos volt a csapat. Megint volt egy jó védekezés, támadásban sok szép dolgot láthattunk, és ami a legfontosabb az, hogy mindenki komoly perceket játszhatott, tényleg szerintem ennyit még nem is játszott mindenki, hogy talán mindenki egy 20 perc, 20-30 percet pályára kerülhetett, úgyhogy én ennek örülök a legjobban, hogy akik eddig kevesebbet játszottak, most ők is. Ez megint egy fontos győzelem volt, úgyhogy haladunk szépen tovább az útunkon. Mondhatjuk, hogy a védekezés volt a sikernek a kulcsa? Hát mindig a védekezés az, abból tudunk magabiztosságot nyerni, és hogyha hibázunk elől, akkor nyugodtabbak vagyunk, mert tudjuk, hogy azért ha jól működő védekezés mögött a kapusok jól teljesítenek, akkor sokkal könnyebb, de persze arra készülünk mindig a legtöbbet. A támadó munka az mindig inkább napi forma, mint ma például belefért ennyi hibázás is, úgyhogy egyértelműen igen. Köszönjük szépen! Mit várt előzetesen a csapatától, és mi az, ami ebből megvalósult? Hát mindenképpen egy olyan szoros eredményt szerettünk volna elérni, amiben a kapott gólok számát azt mindenképpen alacsonyan tartva. Egy jó Eger ellen pedig egy olyan szoros mérkőzésben bíztam a csapatomnál a támadójátékban, ahol egy kicsit merészebbek, illetve taktikusabban játsszuk meg azokat a helyzeteinket, amikor alakítjuk azokat a helyzeteinket, amiből gólokkal tudtunk volna tartani magunkat. Ez nem feltétlenül valósult meg, sőt azt tudom mondani, hogy talán 25%-ában valósult meg. Mi az, ami hiányzott leginkább? Leginkább? Én úgy gondolom, hogy az az egységes védekezés, ami a múlt héten jellemzett minket a Szeged ellen, az nem valósult ma meg. Illetve a támadó játékunkból az a hit a tapasztaltabb játékosoknak, az a fajta morális példamutató játéka, az egyáltalán egész mérkőzésen nem valósult meg, és ez nagyon hiányzott a csapatunk játékának az eredményességéhez. Köszönjük szépen!